Már csak pár pillanat is kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Kis Benedek József, biztonságpolitikai szakértő, egyetemi tanár volt, katonai attasé, és szép jó reggelt kívánok. Szép jó reggelt kívánok. És üdvözlöm, hogy vírus után először élőbe itt a stúdióban. Köszönöm szépen, örömmel. Öröm egészségben látni. Üdvözlöm a kedves nézőket, remélem önök is éppek és egészségesek, én még mindig Brajer Péter vagyok. És akkor nézzük, 5780-at ír a Luacha zsinagógai naptár, annak is Sziván Havának negyedik napján vagyunk. Míg a polgári időszámítás 2020. május 27-ét ír. A minden igaz szerda van. Üdvözlünk minden kedves nézőnket, akinek utóneve Hella. Ez lehet férfi is és nő is. És természetesen mindenkit, akinek ma van a születésnapja, a házassági évfordulója, avagy éppen a szülőszobában ad életet utódjának. Ne felejtsék el, ugyan a vészhelyzet megszűnőben van, de azért az idősebb korosztály 9 és 12 között menjen csak a boltokban. Nézzük, hogy vajudnak a bankok. Az euró közép árfolyama 3,48,13, míg a Brexit utáni Anglia 3,91,09, akartam mondani az angol font. A várható időjárás mára változatlanul fenntartom, hogy akinek reumája és hasonló fájdalmai vannak, az mind az időjárástól van, hisz ma 10 és 23 Celsius fok között várható az időjárás. Öltözzenek rétegesen, figyeljenek oda folyadékháztartásukra, főleg az idősebb korosztály, a szépkorúak akartam mondani. Most nyissák ki az ablakot, hogy a friss levegő bejöjjön, és hallgassák beszélgetésünket, és ide-oda röpködésünket, hisz egy helikopter segítségével útnak indulunk. Szép jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok még egyszer! Tiszteletére ma több időt adunk, mert végre élőben látjuk, és nem a Skype-on és hasonlókon. Hát nagyon érdekes, hogy mi zajlik a közel-keleteken, az Izrael Hayom címlapja is ezzel foglalkozik. Az arab országokkal, hogy mit szeretnének, vagy mit nem, akarják-e, hogy egy önálló palesztin állam létrejöjjön, mik legyenek a határai, milyen lehetőségei legyenek. Talán ők jobban tudják, mint maguk a palesztinok, akik nem is biztos, hogy ezt akarják. Hát úgy gondolom, hogy ez egy nagyon kemény időszak lesz. Most már végre megalakult az izraeli kormány, tudjuk, hogy azért elég sokan vannak. Elképzelések azok megvannak, hogy hogyan fogják ezt megvalósítani. Nem mindenben találkozik az amerikaiakkal, illetve hát az amerikaiaknak a jövőbeni cselekedete értékelése során figyelembe kell venni az, hogy sok mindent meghatároz a választási kampány, ugye, ami már gyakorlatilag beindult. Viszont szeretné az amerikai elnök, hogy valami előrelépés legyen, mint ahogy minden amerikai elnök szerette volna ezen a közel-keleti területen és különösen az izraeli-palesztin konfliktusban. Na most ez viszont azt jelenti, hogy hát egyrészt Izraelben is vannak különböző nézetek, és ezek egymással esetenként homlok egyenes eltérésben vannak. Igen, nagyon sok fajta nézet. Itt területfeladásokról van szó, itt az ország újrafestéséről van szó, gyakorlatilag geográfiai szempontból, politikai szempontból komoly társadalmi hatása van, komoly gazdasági hatása van azzal, hogy a Cisjordán területeken itt át fognak sok mindent alakítani, ami azt jelenti, hogy eleve az országon belül is egy sor probléma fog keletkezni. Rég nem szakítottam félbe, álljunk meg egy pillanatra. Menjünk vissza 1948-hoz. Az Egyesült Nemzetek fölosztja a korábbi javaslatok alapján a zsidó állam területét. Palesztina területét. A Palesztina területét, ami az ős Izrael területe tulajdonképpen, és itt újra és újra el kell mondjuk, hogy a külföldön élő zsidók Palesztina alatt, amikor azt mondták, hogy Palesztányba megyünk, akkor Izraelt értették. Igen. Ugye tudjuk, hogy mi történt a törökök alatt, tudjuk, hogy mi történt az angolok alatt, és ha a 48-as felosztást nézzük, akkor tulajdonképpen ezeket a területeket, amit Izrael
Nek most részben annektálni ajánlottak az amerikaiak, azok Izraelnek lettek adva. Tehát Juda és Somron azon területei, ahol ezek a telepek vannak, ha megnézzük az eredeti 48-as felosztást, akkor azok Izraelnek lettek adva. Hát tulajdonképpen igaz, de hát kérdés igaz, az, hogy meddig megyünk vissza a történelemben, mit hát, veszünk, visszamegyünk a történelembe a Tóra adásig, hát hisz most annak az ünnepe következik. Több ezer évet vissza lehet több ezer évet visszamegyünk, akkor tulajdonképpen elővesszük a Bibliát, és megnézzük, hogy hol merre, akkor egy hatalmas Izraelt látunk, ami a tengertől egész addig megadni. Iszlám vallás még akkor nem is volt, tehát azért ez egy kicsit másképpen nézett ki akkor. Ezt de nem hát, biztos, hogy mindenki tudja. Ott is más lenne a helyzet, mert hát igen, akkor azt mondja a Római Birodalom, hogy bocsánat, mi tartozott a Római Birodalomhoz, vagy mi tartozott az Osztrák-Magyar Monarchiához a történelme. Tehát igen, csak hogy ennyire visszamegyünk, akkor látunk olyan országokat is, olyan népeket, akik ma már nincsenek itt, és a zsidók még mindig meg itt vannak. Meg országok is vannak, országok, és nem is kell az nagyon visszamenni. És ha már nagyon emlékezünk, akkor itt van nekünk Trianon is, amiről van, direkt ezért van hosszabb időnk, hogy majd, amikor közeledünk vissza a térséghez, arról is beszéljünk. Tehát az amerikai elnök azt szeretné, és vajon ez a választás miatt van, vagy nem a választás miatt van, hogy még az ő ideje alatt történjen valami. Hát nyilván ebben benne van a választás is, meg benne van egy hiúság is, hogy másnak nem sikerült, de nekem igen. Hát ezt ismerni kell. A tárgyalásokhoz elég Amerika és Izrael? Hát nem. Nem, szóval itt vannak a problémák. Van a palesztin részről, aki tárgyaljon? Nincsenek, hát itt vannak a problémák, de ez még mindig kisebbik probléma, mert a palesztinokkal meg lehet nagyjából egyezni, vagy meg lehetne, bár most nincs szándék, tudjuk, hogy a Abbas elnök megint felmondott minden, de már annyiszor felmondta, hogy már ott tartok, hogy nem tudom követni, hogy mit mondta. Tehát ő nem is egy legitim elnök, amit ő aláír, az hát, kit igen, kötelezés mire? Az egy más kérdés, hogy most mennyire legitim. Mikor voltak utoljára választások, amikor ön a Közel-Keleten szolgált? Hát bizony, annak már lassan 20 éve, hogy ott választások voltak, tehát ott már kellene csinálni. Most gázvezető nem beszélek. Lehet, hogy a palesztin népnek is elege van a vezetőikből? Hát most ez alatt melyiket értjük? Tehát itt megint el kell választani sajnos a gázai övezetet és a Cisziordán. Palesztin nemzeti hatóság ramallai... Hát ott szerintem elegük van, mert azért azt látják, hogy egyrészt a korrupció, ami még arra fathoz kötődik. Azt akarja mondani, hogy lopnak, csalnak, hazudnak. A papa a miniszter, a nagypapa a miniszter, a nagymama az hát, ellenőrzés. Ismerjük a korrupciónak a maga szintjét az egész térségben, de ott különösen familiáris alapon van. Abszolút familiáris alapon működik. Na most nyilván ezt az emberek látják, tehát nem feltétlenül ragaszkodnak hozzá, és az sem véletlen, hogy nem akarnak választani. Azok nem ragaszkodnak hozzá, akik nincsenek belül. Hát persze, hát a korrupció az a probléma, hogyha nem vagyok benne, akkor itt gondok vannak. Nem fogadom el, de itt mondjuk van az izraeli palesztin probléma, de én nem ettől félek, és a jövőben nem ez lesz a fő probléma. Ezt valahogy azért tudják kezelni, itt az arab országokhoz fűződő viszony, és itt kihez szeretném hangsúlyozni, elsősorban Jordániát, mert Jordániát érinti. Az ott lévő lakosság kétharmada tudjuk, hogy palesztin, tudjuk, hogy közvetlen határ van, tehát én félek attól, hogy itt lesz egy jordán-izraeli törés, amennyiben ezt meg fogják valósítani, és tulajdonképpen ez az egész térségnek nem tesz jót. Hova állnak de a jordán az arab... királynak az édesapjának egyszer már elege volt a palesztinokból, a fekete szeptemberre gondolok. Ez igaz, csak a jordán királynak az édesapja már nagyon régen meghalt, és azóta egy más helyzet alakult ki ott. Kérdés az, hogy mennyire fontos a egyensúly fenntartása, és ez úgy gondolom nagyon fontos. Tehát a királynak jobba kell lennie a saját népével, ami ugye természetes. Meg valahogy föl kéne tartani azt a kapcsolatot Izraellel, amiről ugyan keveset beszélnek, de tény, hogy meglehetősen szoros gazdasági együttműködés van a látszat ellenére is, Jordánia és Izrael között. Nagyon sok izraeli beruházás van, nem feltétlenül izraeli zászló alatt Jordániában, ami a király van a királynak légjogosultsága az amerikai támogatás nélkül? Hát nem sok. Nem sok. Neki mindenképpen szükség van az amerikai támogatásra. Tehát azt mondom, hogy egy harapófogóban van a király, és nem tudja, hogy melyik ujját harapja meg tulajdonképpen, mert
jobb akar lenni az amerikaiakkal, mert azért onnan jön nekik bőségesen támogatás, nem akarja feladni az izraeli kapcsolatot, jobb akar lenni a saját népével, és végül is az Arab Liga tagja, tehát az arab közösség. Mi az oka annak, hogy Egyiptom elnöke szinte meg sem szólal az ügyben? Hát Egyiptom elnöke az elég fura magatartást tanúsít az elmúlt időszakban, ugye, hát ő... Nem a szívecsücske a palesztinok? Nem feltétlenül a szívecsücske a palesztinok, hát tudjuk, hogy mi van a Sinai félszigeten, és tudjuk azt, hogy ez rendkívül veszélyes Egyiptom szempontjából, különösen akkor, ha megnézzük, hogy ez a konfliktus átnyúlhat a Nílus másik oldalára, tehát az egyiptomi területekre, amit ő értető módon nem szeretne, és hát azok a különböző terrorakciók, vagy különböző szállítmányok, akár fegyverszállítmányok is, amelyek átmennek a sínai félszigeten, értelemszerűen zavarják az egyiptomi. Szaúd-Arábia és az arab öböl egyre másra építik ki a gazdasági kapcsolataikat a zsidó állammal és természetesen Amerikával. Amerika a legnagyobb fegyverszállítójuk nekik, ezzel szállal függnek az Amerikai Egyesült Államoktól. Kiderült ugye, amikor az olajmezőik lángba borultak, hogy nem igazán képesek saját maguk megvédeni magukat. Ők mit szeretnének? Hát elsősorban megvédeni saját magukat, és itt természetesen a keleti szomszéd felé kell figyelni, tehát az iráni vonalra. Aztán ott van nekik még Jemen, ami szintén nem egy sikertörténet. Időnként támadásokat hajtanak végre szaudi létesítmények ellen az iráni forradalmi gárda részéről, tehát tulajdonképpen egy, majdnem azt mondanám, egy körkörös védelemre kell nekik berendezkedni, hát aztán azt már nem is mondom, hogy ott van még a szírt terület is, ahol szintén nincs rend. Tehát Szaúd-Arábia nem véletlen fegyverkezik, ugyanakkor hát ő inkább zsoldosokat vesz igénybe, mint a saját állampolgárai. Tehát itt azért vannak gondok a humán területen is. A technikai területen nem hiszem, mert ugyanakkor viszont amerikaiak adnak erre a beszélgetésre vélet. Készültem, és átnéztem, hogy milyen nációjú, milyen etnikai kisebbségeket találunk Szaúd-Arábiába, akik külföldről érkeznek munkát vállalni. És palesztinok szinte nincsenek közöttük. Minek nem szívesen fogják ez? Sem a palesztinokat, sem a szíreket. Ők szeretik az olyanokat, akik minél távolabbról jönnek, és hogyha megkötik velük a szerződést, elvégezték a munkát, viszontlátásra mehetnek haza. Tehát itt nem arról van szó, hogy menekültként ott marad, letelepszik, és majd élvezi azokat az előnyöket, amiket egyébként a szaudi állam ad a saját állampolgárai részére. Nem. Ezek külföldi munkavállalók, akik ott dolgoznak, elvégzik a munkájukat. Ebből persze más is következik. Például az, hogy őket nem nagyon érdekli a politika. Tehát ők nem foglalkoznak azzal, hogy most milyen a szaudi királyságnak a politikája. Ők pénzt keresni mentek ott, nyugodtan mondjuk oda, és hát nyilván családjukat támogatják, hát elsősorban távolabbi területű, tehát a távol-keletről nagyon sok filipino van ott is, ahogy mindenütt vannak koreaiak, dél-koreaiak, vannak indonézek, tehát ott nagyon nem sok lehet, külföldön, nem az arab világból vannak ott emberek. Nem lehet nem említést tenni Katárról. Mit szeretne Katár, és hogy miért is emelem én külön ki Katárt? Hát Katárt elsősorban a nemzetközi kapcsolatai miatt célszerű figyelni. Hát meg azt sem szabad elfelejteni, hogy hanem az olajban szegény területek közé tartozik, tehát jól állnak ők anyagilag. Na most egy anyagi stabilitás, egy gazdasági stabilitás birtokában nyilván tudnak játszani a politikában is, és igyekszik többen a kegyüket keresni, mondjuk például olyan kisebb ország, mint Törökország is például, akinek fontos a katárieknek a barátsága. És mi a közös hát, Katár és Teherán között? Hát sírt a lakosság szempontjából, ami van Katárban, nyilván a iráni iszlám állam szempontjából fontos, és hát azt látjuk, hogy azért ott is vannak ellentétek, mert hát azok a nemzetiségi ellentétek, illetve vallási ellentétek, síta, illetve szunita ellentét megvan ott is, és hát mindenki saját népét támogatja. Az egyik a szunitát, másik a sítát. Koronavírus és Nasrallah. Hát Nasrallah tulajdonképpen... Aki az a libanoni kormánynak a tagja, de változatlanul egy terrorszervezet vezére, és úgy tűnik, hogy Libanonban is dühöng a járvány, és nem igazán tudnak úrrá lenni, illetve
kiderült, hogy Nasrallah a polgári vezetésben való részvételre alkalmatlan. Lehet, hogy egy kiváló terrorista, ha már terrorista. Hát attól függ, hogy melyik oldalról közelítik meg, és próbáljuk nézni a dolgokat. Azzal, hogy ő részt vett iráni sugallatra, rendkívül aktív módon a szervezetével együtt a szíriai polgárháborúban, nem biztos, hogy ő akart. Tehát én olvastam és hallottam olyasmit, hogy a Hezbollah vezetése nem igazán örül, hogy ők embereket elveszítenek Szíriában. Hát mondjuk megnyugodtan nyilván iráni érdekek miatt, és ő azt mondta, hogy nem feltétlenül kell nekünk ott lenni. Tehát nem szerelemből vannak ott, és nem teljesen önként. Ő szeretné fenntartani azt a helyzetet, hogy ő komoly, megkerülhetetlen tényező legyen Libanonban. Ugyanakkor látni kell azt, hogy rá van utalva a iráni támogatás. 20 esztendeje annak, hogy Izrael kivonult Dél-Libanonból. Ez a kivonulás nagyon érdekes volt. Most a katonák és a katonák hozzátartozói, főleg az elesett katonák hozzátartozói azt követelik a Honvédelmi Minisztériumtól, hogy a libanoni ott tartózkodást is nevezzék libanoni háborúnak, hogy emlékezni tudjanak a hősökre, hogy belkerüljön a tankönyvekbe. De ha a libanoni háborúról beszélünk, akkor nem tudunk nem beszélni a Cadal, a keresztény milicistáktól is, akik részben cserben lettek hagyva, részben áttelepedtek Izraelbe. Hát meg őket támogatták is, meg nem is, tehát ez egy nagyon érdekes dolog, és én nekem ez kedves téma, mert akkor ott szolgáltam Izraelbe, és láttam ezt a kivonulást, amire azt tudom mondani, hogy megkerülhetetlen volt. Emlékszünk, hogy Baraknak volt egy politikája, aki azt mondta, hogy szó szerint kihozzuk a fiúkat Libanonból, a libanoni pokolból. Sokan meghaltak, ott egy aszimmetrikus küzdelem volt, amire Izrael nem feltétlen volt felkészülve. Nagyon sok meglepetésszerű támadást hajtott végre a Hezbollah. De nem is ez az érdekes, folytatott. Ez abszolút gerilla háború volt. Itt abból a szempontból érdekes ez a téma, és ezt nagyon figyeltem, ezt a dolgot, hogy hogyan történt, ahogy a kivonulást gyakorlatban megvalósították. Tehát ezt a hadművészet történetébe tanítani kellene, még nem dolgozták föl teljesen, de tulajdonképpen annak egy mondják, éjszaka... hogy ez az éjszaka leple alatt menekült. Hát egy éjszaka megtörtént a kivonulás. Tehát egyrészt nagyon nagy volt a titokzatosság, tehát nem mondták, nem tudták a ott élők sem, hogy most tulajdonképpen mit akar. Számítottak arra, hogy az izraeliek kivonulnak, de úgy gondolták, hogy ez fokozatos kivonás lesz, és nem egyszerre, egy éjszaka során. Nagyon érdekes volt az, hogy a haditechnikai eszközöket előkészítették robbantásra. Amit nem tudtak kihozni, azt megsemmisítették ott rögtön, és egy éjszaka leple alatt eltűntek, reggelre nem volt semmi. Jártam azon a területen, azokban a napokban, másnap már ki volt rakva a Hezbollahnak az ászlaja, az izraeli határ mentén. Tehát nézzük érdekes meg, hogy volt. Egy katonai attasé emlékezete mennyire élénk és maradandó. Azt mondom, hogy fekete ruhába öltözött négy anyák mozgalom. Igen, ez volt Izraelben, kikövetelték a kivonulást Libanonban. Ez elég kemény volt az izraeli társadalomban akkor, és nagyon sokan azt mondták, hogy miért kell az izraelieknek meghalni Dél-Libanonban. És tulajdonképpen erre rászállt a politika, és ennek lett egy egyenes következmény, az a döntés, hogy igen, ki fogunk onnan vonulni. Több ezer libanoni állampolgár menekült Izraelbe, a jókerítésen letelepedtek ma izraeli állampolgárok, teljes jogú izraeli állampolgárok. Héber nyelven beszélnek, és családjaik egy része még Libanonban, ők Izraelben. Igen, hát attól, hogy van egy határ, attól még az embereket nem választja el a családik. Elválasztja, de nem szakítja meg. Tehát valamilyen kapcsolatot tartanak. Hát látjuk a drúzok esetében is, hogy van, mondjuk a Szíriában lévő rokonsággal kapcsolatban. Ugyanez van a Libanon területén is. És hát tulajdonképpen a keresztény miliciákat valóban cserbe hagyták, akik úgy egyébként elég keményen és határozottan támogatták az izraeli védelmi erők tevékenységét. Tehát ott azért katonai beszélhetünk egy kis cserbehagyásról is. A katonai szempontból, ha akarták volna az izraeliek, hisz ugye voltak pillanatok, amik egészen bent voltak Libanonban,
Tehát nem csak Dél-Libanon, még mélyebben. Hát felmetek Baalbékig egészen. Miért nem fejezték be, amiért oda mentek? Van valami nemzetközi közösség is állítólag, aki idénként különböző véleményt mondott. Gyakorlatilag hát Libanon azért most lehet itt politikailag, meg különböző szempontból vizsgálni, egy önálló államnak számít. Na most Izrael kihasználta azt a lehetőséget, francia, hogy francia gyarmat volt, és hát igen, érdekes módon húzták meg a határokat, szintetikus módon. Igen, vonalzó mentén húzták meg, de ugyanakkor azt is látni kell, hogy ENSZ által elismert ország. Na most Izrael pedig azért, amit ott csinált, és akár ezt a mai napra is tehetjük, most függetlenül, hogy mi ellen folytatja a katonai tevékenységet, azt lehet mondani, hogy hát nem mindenki fogadja el azt, hogy szabadon berepül mondjuk az izraeli légierő Libanon területére, esetenként bombázásokat nem lehet, hogy önvédelmi célok, illetve megelőzés. Na ez egy olyan téma, amit nehéz eldönteni, hogy most önvédelmi célból történt, vagy valamilyen objektumot meg akarunk ott semmisíteni, mondjuk például Hezbollahnak valamilyen raktárát, vagy általában nem vezetősi pontot. Általában nem élelmiszer raktárat szoktak megtalálni. És nem a helyszínen gyártott fegyverekről, hanem Iránból származó. Nem, persze, természetes dolog, hogy ezek működnek, ezek a dolgok. Hát akinek nagyobb a képessége, nyilván a képességet kihasználja, de most én azt mondom, hogy miért nem foglalták el, és miért nem mentek följebb, hát nyilván ebbe beleszóltak volna az arab országok, és beleszól az ENSZ is, tehát itt azért nagyon óvatosan kellett nagyon eljárni sok nézőnknek, politikailag. Nagyon sok nézőnknek néha még nekem sem világos, hogy tulajdonképpen a szírek uralkodtak a libanoniakon, vagy a libanoniak avatkoztak be Szíriába, de nekem fordítva tűnik, hogy a szír hatás volt nagyobb. Hát nyilván ránézünk a térképre, Szíria meg Libanon azért egy kicsit különbözik egymástól, de én azt szoktam mondani, hogy ha két országot, most a háború előtti helyzetről veszik, és nem a mairól. Ha két országot összehasonlítjuk, akkor a különbség körülbelül akkora, mint Ausztria és Magyarország között. De volt nivellálódás, de az osztrákok enyhén szólva jobban élnek, mint nálunk. Itt akkor teljesen más. Itt kire gondolunk, ki foglalja el az osztrákok helyét, a szírek vagy a libanoniak? Az osztrákok helyét pillanatnyilag a libanoniak tartják. Tehát Libanon még mindig a nemzetközi segélyeknek hívják. Igen. Tehát egy más kultúrájú ország. Tehát ott azért nagyon erős a francia befolyás, nagyon erős az európai általános befolyás, tehát Libanont nem lehet összehasonlítani. Nagyon kevesen tudják, nagyon már, sok a munkanélküli Szíriában volt, akik mentek Libanonba dolgozni. Nagyon sokan már nem is emlékeznek rá, hogy Szíria tulajdonképpen a Szovjetunió által támogatott valami nagyon furcsa képződmény volt. Igen, hát mindig is szovjet érdek volt, azt tudjuk. Ott nagyon fontos szerepet játszik az, hogy a szovjet területekről, tehát a régi Szovjetunió területéről, illetve most pedig nyilván az utódállamok miatt mennyire jelentős az, hogy hogyan tudnak átmenni a földközi tengerre, és a földközi tenger keleti térségének a ellenőrzése katonai szempontból is egy meghatározó jelentőséggel bíró katonai feladat is az orosz haderő részére. Tehát nekik ott kell lenni, és nem is várható az, hogy ők kivonuljanak. Ha lesz valamikor Szíriával kapcsolatos valami tárgyalás, felosztás, vagy hogy egyáltalán valami békeszerződés. Hát nyilván ott az oroszok... milyen felosztás? Orosz fennhatóság, török fennhatóság, hát így, egy kis amerikai fennhatóság, és mi marad Assadnak? Assad hát megvédj, vagy marad végül? Nem sok. Hogy most Assad marad-e, vagy nem, a jelenlegi helyzetben tulajdonképpen nem sokan állnak ki mellette. De nincs más megoldás. Tehát ő egy megválasztott elnök, és hozzá kell tegyem, hogy Damaszkuszban, illetve a körülötte lévő területeken meglehetősen népszerű. Tehát ő nem bujkál, ő kimegy az emberek közé, és ha lenne egy választás Szíriában, most is őt választanák meg. Tehát nem tudnak mit csinálni a nagyhatalmak. Sem Oroszország, Amerika nem nagyon foglalkozik vele, Amerikának nem annyira fontos egész Szíria területe, neki teljesen más érdekei vannak, de oroszoknak igen, és ez meg fog maradni egy darabig, ami azt jelenti, hogy hát egyelőre nem tudnak nem számolni Assaddal, és lehet egy átmenet embere. Tehát majd őt, amikor van a rendezés, meghagyják, és utána a következő választás során esetleg, meg hát az idő is telik, bár ő még fiatal ember.
az amerikai elnök megbeszéléseket folytatott a minap a török elnökkel, pedig úgy tűnt, hogy előtte pár hónapig, minthogyha egy kis szünet lett volna a megbeszélések között, minthogyha picit pikkelt volna az amerikai elnök a törökre, a török meg... joggal. Akkor most tisztázzuk. Most Törökország akkor Oroszországgal van jobban, vagy Amerikával, vagy változatlanul egy NATO nagyhatalom. Fontos az amerikaiaknak a NATO, illetve az amerikai légitámaszpont, meg az is fontos, hogy mi történik Szíriában. Hát, hogyha ezeket a kérdéseket, amit most felmerültek, végignézzük egyesével, akkor azt mondom, mind fontos. Tehát egyiket sem lehet figyelmen kívül hagyni, és kusza politikai körülmények között kell valami megállapodásra jutni, hogy lehetőleg ne menjenek egymásnak. Természetes dolog, hogy a NATO szempontjából az Amerikai Egyesült Államoknak is, meg a NATO-nak is fontos a Törökország jelenléte, mert a közel-kelet irányában ez az az ország, amely képviselheti a NATO érdekeket. Aztán vannak dolgok, amelyek nem tetszenek, ugye az az iszlamizáció, amely Erdoğan alatt beindult Törökországban, az nyilvánvalóan nem tört el mindenkit lelkesedéssel. Ugyanakkor a menekültek kezelésével kapcsolatban, vagy migránsok kezelésével, vagy ahogy akarjuk, mindenki saját ízlése szerint ítél meg ezt a kérdést, végül is nagyon sokat segített az Európai Uniónak, az európai országoknak. Igaz, hogy nem szerelemből tette ezt, itt is vannak viták. Ugyanakkor Oroszország számára fontos terület, nem csak turisztikai szempontból, hanem gáz és egyéb gazdasági együttműködés szempontjából, tehát ezt sem lehet elfelejteni. Azt sem szabad elfelejteni, hogy ők azért ott vásároltak valami légvédelmi rakétákat. Vásároltak fegyvereket, természetes, onnan vásárol, ahonnan éppen a legkedvezőbb áron kapja meg a legfejlettebb technológiát. Nem akármilyen fegyverek. Hát a helyzet hogyha azt mondják neki az amerikaiak, hogy mester, önnek nem adunk ebből a fegyverből, mert, és akkor változtassa meg a véleményét, és ne orosz technikát vásároljon, ezzel lehet vitatkozni, de végül is a nemzet határozza meg azt, hogy mit vesz. Okay, Görögországot most... megnézzük, tele van orosz fegyverekkel. Okay, de hogy lehet összefésülni a NATO tagállamságot, az amerikai fegyvereket ezekkel a modernek mondható orosz légelhárító és... rendszerrel. Hát összefésülni össze lehet, mert össze lehet oskolítani. Tehát minden haditechnikai eszközt meg lehet nézni, hogy mivel kompatibilis és mivel nem kompatibilis, de ebben benne van vastagon a politika, benne van a gazdasági helyzet, és tudja-e fizetni, nem tudja fizetni, milyen feltételekkel. Most az oroszok ugye tudjuk azt, hogy eladnak bármit, tehát nincs az a probléma, ők nem mondják azt, hogy nem. Legfeljebb azt mondják, hogy akkor fizetni most, és lehetőleg készpénzzel minél elő. De ugyanakkor azt is lehet látni, hogy figyelme kell venni a politikai viszonyokat is. Tehát az, hogy most Törökországot milyen pozíciót tölt be, milyen viszonyban van a szomszédos országokkal, milyen szerepet játszik mondjuk a török-iráni viszony, milyen szerepet játszik a török-izraeli viszony, vagy a palesztinokhoz fűződő viszonya, mit akar Szíriába, ezek mind szempontok, de hát egyszerűen mindent nem lehet. Tehát itt prioritizálni kell. És tehát akkor sikerült tulajdonképpen a török elnöknek egy nagy hatalommá válni? Balanszírozik. Azt mondanám, hogy erős középhatalom. Erős középhatalom Törökország, és tulajdonképpen amit ő csinál, az török érdekek szempontjából azért egy nagyon fontos kérdés. Odafigyel rá. Hát kérdés az, hogy meddig tart neki a hatalma. Maradt 2 percünk hátra, Trianon 100 éve. Ha az tény és való, hogy ez nem egy igazságos döntés volt. Ez vitathatatlan. Hogy lehet ezt az emlékeinkben megőrizni, és hogy lehet ezt tudomásul venni, hogy ezen ma már változtatni nem lehet? Hát először is nem Trianoni szerződésről beszélünk, hanem a Párizs környéki békeszerződésről. Tehát ezt már eleve megváltoztatták ennek a nevét. Most a párizsi békeszerződések, a háborút lezáró párizsi békeszerződések azért elég sok országot érintenek, és nem csak Magyarországnak a szétdarabolásáról szól. És hát tulajdonképpen, mivel ezt így ügyesen a nyugati politikusok megkeverték ezt a kártyát, ebben nehéz rendet tenni. Hát most
csúnya dolgot mondok, de hát tulajdonképpen egy háborúban van vesztes és van egy győztes. Most általában a győztes szokott diktálni, és nem fordítva van, és sajnos meg kell állapítani, hogy mi itt a vesztesek oldalán voltunk. Igaz, hogy azóta már eltelt 100 év, és most mit lehetne csinálni, vagy hogyan lehetne tenni? Hát én úgy gondolom, hogy itt revízióra, pontosan azért, mert másképp hívják ezt a dolgot, nem nagyon a lehetőség. Tudom, hogy ezen nem mindenki a románok érkezett. Ezt nemzeti ünnepé avanzálják. Hát ők úgy vannak vele, hogy ha a magyar KM ezt nyomják ezt a témát, akkor mi is nyomjuk ezt a témát. Én emlékszem, hogy ez egy nagyon kényes kérdés. Szolgált ön ott is. December 1-e nemzeti ünnep, és soha nem felejtem el, amikor Ceausescu után volt az első nagy díszszemle, és hát akkor rettenetes nagy fontosságot tulajdonítottak Erdély Romániához való csatlakozásának, és volt egy katonai díszszemle, és engem direkt odaállítottak a miniszter mellé, télen hideg volt, ugye esett a hó, de ez teljesen nem volt politikamentes, mert ugye pont a magyart teszik, ott van az amerikai, ott van a francia, ott van, akinél udvaroltak, tehát ez egy jelképes volt, gondoltam is utána, hogy nem én határoztam meg a helyet, hanem azt mondták, hogy önnek itt van a helye, ide kell állni. Na gondoltam, hogy ezt a Fűr Lajos meglátja, akkor nem biztos, hogy én sokáig fogok ott maradni, de hát akkor nem repülő százados lesz. Ennek nem nézte a tévét, igen, nem nézte a tévét, de az igazság az, hogy... Azért ő is tisztában volt vele, hogy nem ön választotta azt a helyet. Na, valószínű, tisztában volt vele. Katonai egyenruhában? Természetesen. Természetesen, és hát ez mondjuk nekem sem volt egy nagyon felemelő érzés ekkor, de hát én nem tudtam mit csinálni, mert ezt így szervezték meg eleve. Hát a román részén nyilván másképp ítélik meg a dolgot. Na most itt nagyon kényes a téma. Hogyha most megnézzük például a magyar most elfogadott új nemzeti biztonsági stratégiát. Egy olyan országot, amit úgy hívnak, a Románia nem is említi. Nem biztos, hogy jó, ezt döntsék el a politikusok. Innét folytatjuk legközelebb. De aki szerkezte, sok mindenre nem gondolt. Kedves nézőim, az elmúlt bő fél órában, hosszú ide után, nem Skype-on keresztül, teljes élőben itt volt velünk dr. Kisbenek József, biztonságpolitikai szakértő, aki minden térségben, ami valaha is fontos volt, szolgált már, úgyhogy mindig van vele miről beszélni. Köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt, és visszavárjuk. Következő vendégünk az előzetesek után Herceg Mária, egy igazi szakszervezet is. Tartsanak velünk!